A Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára plusz egy esély Zemplénben programjának keretében felnőtt képzési napot tartottak. A cél az aktuálisan futó képzések bemutatása, a felnőtt képzés népszerűsítése volt. Június 8-án szerveztünk egy hasonló programot, ami a Hill téren került lebonyolításra, ahol elsősorban az ősszel indult tanfolyamainkat népszerűsítettük, ma pedig itt a házban szervezett eseményen azokat az utakat és lehetőségeket szeretnénk bemutatni, amelyeket már a hallgatóink, vagy reményeink szerint a jövőbeni hallgatóink majd bejárhatnak. A felnőtt képzési pályázatot úgy adta be az intézmény, hogy képzését a kistérség valamennyi lakosának kínálja. A terv mostanra meg is valósult. Valamennyi felnőtt képzési tanfolyamunkon nem csak sárospatakiak, hanem hercegkutiak, tolcsaiak, bodrogolaszi, tehát tényleg a környező településből is részt vesznek. Hogy aztán majd ezzel az itt megszerzett tudással hogyan tudnak sáfárkodni, arra leginkább a jövő év nyújt majd valamilyen lehetőséget. A felnőtt képzés során számos olyan ismeretet is átadtak, amellyel az egyéni fejlődést szolgálták. Amit a személyiségfejlődésről, a tanulás technikáról, a mostani megváltozott környezetünkhöz való alkalmazkodásból tanultak, az mindenképpen apró pénzre váltható, és abból mindenképpen profitálni fognak azok a személyek, akik ezeken a tanfolyamokon megfordultak. A nap során az álláskereséshez is segítséget nyújtottak az érdeklődőknek. Tájékozódhat a helyi munkavállalási lehetőségekről. Fél háromtól már egy olyan előadást hallgathat meg az, akinek mondjuk ez fontos és szüksége van ilyen információkra, vagy úgy gondolja, hogy illetve későbbi szakaszában esetleg szüksége lehet, hogy hogyan kell mondjuk állásinterjúra felkészülni, hogyan kell egy önéletrajzot összeállítani, stb. Almási Ildikó HR menedzser az, aki ezzel kapcsolatban információkat közöl az érdeklődőkkel. A plusz egyesény Zemplénben uniós pályázat nyílt napján a kistérséget érintő átfogó felnőtt képzési helyzetről is hallhattak, érintettek.